Robert vagyok, üdvözlök mindenkit! Ez a videó a Boonlake című játék végigjátszásának a végén található átbeszélést tartalmazza. Na, hát ezzel van vége akkor hivatalosan a játéknak. Hát nem is tudom, mit mondjak. Azt meg kell jegyeznem, hogy most volt a legtöbb győzelmi pont, amit szereztem, tehát ez a 170. Korábban ilyen 165 körül volt egyszer, amikor így gyakoroltam. Ez a 171, ez most tényleg egy ilyen max, de ennyit még nem láttam az eminenciástól. Tehát az, hogy kétszer is egyet ment, az azért lepett meg, mert nézegettem a fórumokon, és sokan panaszkodtak, hogy mindig négyet megy, hogy egyszer nem lehet beérni. Bár hozzáteszem, hogy ez most tényleg egy szerencse volt, hogy annyira kiszámíthatatlanul vettük el a lapkákat, hogy pont minden itt volt alul, ami neki kellett volna akkor. Tehát ez nem tudatos. Erre majd mindjárt visszatérünk, még kicsit véleményezzük, így átbeszéljük a játékot. Hát szerintem kezdhetjük a játéknak hogy néz ki. Egy csodálatos játékról van szó, én szerintem. Lehet látni, hogy az asztalkép is nagyon szép, a színek nagyon rendben vannak. A grafika szerintem átlátható, tehát egy játék után már az első játék közben így minden ilyen kis jelölés, hogy mi mit jelent, azért úgy helyreáll az ember fejében, úgyhogy az teljesen jó. A komponensek jó minőségűek, mind a falkatrészek, mind a kártyák, vagy a kartonalkatrészek, tehát azokkal tényleg semmi panaszunk nem lehet, én szerintem. Maga a játékmenet nem rossz, én szerintem, mármint most az egyszemélyes játékról beszélek. Sokan a Maracaibóhoz hasonlítják. Értem egyébként, hogy miért. Nyilván ez az akcióválasztás, mármint az, hogy menni kell a hajóval, igen, valamilyen szinten igen, bár én azt mondanám, hogy ez a Maracaibónak a fejreállított mechanikája, mert ugye, ha belegondoltok, a Maracaibóban úgy volt, hogy mi mondtuk meg, mennyit megyünk, és ahova mentünk, azt az akciót használtuk. Itt viszont akciót használunk, de bármennyit mehetünk. Szóval én azért nem értek egyet azokkal, akik minden áron a Maracaibóhoz akarják hasonlítani. Abban a Maracaibóhoz hasonlít, hogy két forduló ideje, tehát ténylegesen, hogyha valaki nagyon tolja a szekeret, tehát nagyon gyorsan megy a hajóval, akkor hamarabb vége lesz a játéknak, mint a Maracaibóban ugye ott 4 forduló volt, és minél hamarabb körbe mentünk, akkor lezárult a forduló. Itt ugye 2 van, de azért lehet látni, hogy miután ezt elértük, ott már 2, maximum 3 akció van, ha az ember tényleg meglovagolja azokat a bizonyos szeleket a hajójával, de továbbra is azt mondom, hogy azért ez egy kicsit ilyen feje tetejére állított mechanikája a Maracaibónak, csak azért, mert hasonló, én nem mondanám azt, hogy most itt egy Maracaibó játékról van szó, teljesen más a játék, tehát tényleg teljesen más. Ha már most csak azt vesszük, a Maracaibóban, ha nem mentünk oda egy városba, azt az akciót végleg fel kellett mondanunk, tehát le kellett róla mondanunk abban a fordulóban. Itt nem, mert csak azért, mert valaki mondjuk legalulra teszi, mehet megint érte, csak hát be kell vállalni érte a mínuszpontokat. Ez most ilyen. Maga a kártya mechanika az abszolút nem maracaibós, sőt, ezen meg is lepődtem egy kicsit egyébként, mert ha megnézitek, nincs több funkciója a kártyáknak. Megveszed és megkapod, amit rajta van. Az, hogy most a hatása azonnali, vagy játékvégi, vagy folyamatos, azért az nem ugyanaz, mint a Maracaibóban, amikor eszközként is, meg áruként is, meg hatásként is, meg mindenért is lehetett használni, és ez egy picit nekem fájdalmas pont volt. Nem mondom, lehet agyalgatni a kártyákon, és egyébként a legtöbb agyalást 2 dolog adja. Az egyik, ugye ezek a termelőegységek, hogy hogyan tudjuk olyan sorrendben megvásárolni a kártyákat, hogy ne nagyon kelljen ezekkel a csónakokkal visszafele menni, mert akkor fizetni kell érte. Egyszemélyes játékmódban egyébként láttátok, hogy nem okoz nagy problémát, mert minden egyes termelőüzem, amit meg lehet szerezni a pályán, az idézőjelben a miénk, mert hogy az ellenfelünk nem versengérte, és láttátok, 7-et össze lehet hozni. Több személyes játéknál szerintem azért ez probléma lehet, mert nyilván ezt nem lehet kimaxolni így, az nagyon nehéz. És tehát ez az egyik, amin itt nagyon agyalgatni kell a kártyákkal kapcsolatban. A másik pedig, hát ugye ezek itt, hogy olyan akciót válasszunk, aminél ténylegesen az adott kártyát ki is tudjuk játszani. És valahogy ezt a kettőt kell összehoznunk fejben, meg oda figyelni rá. Hát én szerintem ez a játék ilyen stratégiai játéknak van írva, de én inkább taktikainak érzem. Ugyanis hosszú stratégiai döntéseket nehéz benne hozni, mert minden a kártyáitól függ, és minden attól függ, hogy a kártyák passzolnak-e az adott akcióhoz, és valójában fejben azon taktikázol, hogy tud kihozni jelenleg a legtöbbet az adott kombinációdból. Mert az, hogy most várni egy kártyára, hogy például itt van, hogy váza, hát nyilván eldobom, ha nincs, ha nem akarok most mindenáron rámenni, mert inkább másra akarok fókuszálni, de van, amikor meg bejön egy kártya, ami, mert mondjuk, tehát én nem akarok itt vázát, mert hogy a pontozóm az kellett, hogy itt mindenáron a termelőüzem legyen. Tehát itt azért a kártyáknak a szerencsefaktora nagyon-nagyon erős, és azért ilyen erős szerencsefaktornál én nem szeretem a játékokat stratégiainak hívni. A Maracaibónál azért jó, nyilván ott is megvan ez, ha már mindenáron ahhoz hasonlítjuk, de ha belegondoltok, ott volt egy kártya kínálat, ahonnan lehetett válogatni. Itt nincs. Itt mindig a pakliból veszünk, ha tetszik, ha nem, akkor el lehet dobni, nyilván ha eldobjuk, pénzt kapunk érte. Na az a lényeg, hogy inkább taktikai játékról kell gondolni. A stratégiai része egyébként, ha az a minimális, ami van, az inkább itt a térképen zajlik, hogy hova rakjuk le a dolgainkat. És itt azért már megfigyelhető azért a tervezés, hogy ugye a marhákért pontokat kapunk, hogyha település mellett van, de a település mellett ugye 3 valaminek kell lenni, hogy egyáltalán település legyen, vagy a marhákat, hogyha lerakjuk, pénzt kapunk a házak után. Itt azért ügyesen kell tervezgetni, de nagyjából ugyanazok a sémák lesznek, ha megfigyelitek, érdemes a marhákat ide a határokhoz rakni, mert itt tudjátok megcsinálni, hogy két település legyen mellettük akár, tehát például én is most, ha ezt ide építem, akkor itt mind a kettőért kapták volna ők is a pontot, szóval máshol nem érdemes, mert ha egy régióban van 2 település, akkor -5 pontot be kell vállalni. Én most csak azért raktam oda, mert ott kaptam érte 5 pontot. Tehát azért mondom, hogy túl sok séma nincs, hogy mit hova érdemes rakni, max versengés van igazából ezekért a helyekért, szerintem több játékos módban. De itt azért egy kicsit több stratégia van benne. Egyébként a játékban a játékos interakció az nagyon, nagyon kellemes szerintem, és át tudom képzelni, hogy több játékos módban is az, mert nem ilyen, hát hogy szokták mondani, ez a cutthroat, hogy nem ilyen szurkapiszkáló. Hát nyilván látjuk, hogy valaki ki akar venni valamit, most elvesszük tőle, nem olyan nagy dolog, mert akkor legfeljebb kicsit később fogja elvenni, nem fog annyit menni. Meg nyilván itt a interakció, hogy csak azért, mert én rakok le most egy lapkát, az nem jelenti azt, hogy ez a lapka az enyém, hanem én lerakom ide, megkapom érte a bónusz, de hogyha ez egy jó bónusz, akkor a másik ember lehet oda le fog rá csapni. Tehát ilyen interakció van, meg ugye amikor a szomszédosságot kell nézni, hogy legyen mellette 3 valami, nem érdekel minket, hogy az a miénk, tehát nem kell a miénknek lenni, lehet a másiké is, és örülünk is, hogy oda jött mellénk. Még hogyha kap is érte majd győzelmi pontot, de azért segítjük így egymást. Szóval nagyon kellemes interakciója van egyébként így a játéknak. Egyébként nyelvfüggetlen játék, tehát még annyi szöveg sincs a kártyákon, mint a Maracaibóba. Nem tudom egyébként miért mindig ahhoz hasonlítom. Tény és valahogy ahhoz áll a legközelebb bizonyos szempontból, ugye, ami az előbb említett okok miatt. Ezek a pontozók elég érdekesek egyébként, ha megfigyeltétek, mert félig meddig azért egy célt ad az embernek. Tehát nem csapong. Mert sokan nem szeretik egyébként az olyan játékokat, ezeket a sandbox jellegű játékokat, hogy mindent is lehet, és akkor jaj, most mit csináljak? Ez azért egy picit kézen fogja az embert, mert a játék elején azért el kell dönteni, hogy nagyjából melyiket mikor akarjuk megcsinálni, és akkor abban a pontozó fázisban koncentrálunk azért arra. Most nekem szerencsém volt, hogy erre nem nagyon kellett a kártyásra koncentrálni, mert úgy közben összejött, meg ez is, de elképzelhető lett volna, hogy a többire is jobban kellett volna gyúrni, nem csak a negyedikre, mert a negyedikre nagyon tudatosan kellett, pláne miután elkezdte itt elfoglalni előlem, akkor egy kicsit meg is ijedtem. Úgyhogy ezek érdekesek, és szerintem több játékos módnál érdekes, tényleg ilyen érdekes lehet nézni azt, hogy ki hogyan fog menni az egyes célokra. Úgyhogy nem mondom, hogy nem szokatlan, mert egyébként szokatlannak szokatlan, de nem rossz. elég kevés győzelmi pontot ad egyébként, csak nyilván azért a mínusz ott van az ember fejében, hogy csak nem akar mínuszpontokat, de hát ez ilyen. Na hát, mit lehetne még? Ezeket a fejlesztéseket én most annyira nem használtam ki. Volt egy-kettő egyébként, mert ezt is használtuk egyszer, ezt is használtuk, ezt most nem használtuk, ezt se használtuk, de ezt mondjuk többször. Nem rosszak, olyan túl sokszor nem is lehet őket használni. Mondjuk egyébként ez is egy ilyen hiányérzet volt nekem, ugye, hogy a Great Western Trail, meg a Maracaibo után, ahol mindig voltak ilyen valamik, amiket ha levettünk, akkor kaptunk bónuszokat. Itt meg ez is a feje tetejére volt állítva, hogy valójában rá kellett rakni dolgokat, hogy kapjunk bónuszokat, de ráadásul nem is azon, mert hogy nem állandó bónuszok ezek, hanem aktiválható bónuszok, amik egyébként színesítik a játékot, tehát nem mondom, hogy nem örülök neki, mert jó, mindenképpen színesítik. Úgyhogy ez a része is rendben van. Ezt a részét, mint említettem, ezt azért megnézném több játékos módban, hogy mennyire kell ezeket a csónakokat úsztatni, ott sokkal jobban kell ráfigyelni, egy biztos. Úgyhogy szerintem egy jó, egy kellemes játék. Most ha a szerény véleményemet kérdezitek, én a Maracaibót azért jobban szeretem, tehát nem rossz ez sem, de valahogy ott nem érzem annyira elveszettnek magamat. Itt akárhogy is vesszük, tehát ennyi kártya maradt a pakliban. Nyilván azért is, mert olyan túl nagy változatosság nincs a kártyákban, tehát szerintem már nagyon sok kártyát láttatok, meg is mutatom, hogy mennyi jött elő most. Az egész játék alatt ennyi kártyát használtam el. Én egyedül, na most ha többen játszottok, kb. Ennyi lesz. Vagy jó, lehet, hogy mondjuk még hozzácsaphatunk mondjuk egy emberre még akár ennyit, vagy így ennyit. De, és akkor is mondjuk szerintem egy játéknál ennyit fogtok összesen. Nem rossz, de mint mondtam, tehát nem annyira változatosak a kártyák, de annyira igen, hogy tényleg vannak tényleg mindenféle játékvégi dolgok, vannak fejlesztések, a sávokon való mászkálás, pénz, és tényleg nagyon sok ugyanolyan kártya van. De ez, mint mondtam, nagyon nagy a szerencsefaktora. Nagyon nagy a szerencsefaktora. Na, talán amiről még érdemes beszélni, az a eminenciás. Szerintem hozza azért a egész jó automa rendszert. Külön tetszik egyébként, hogy nem kell sokat adminisztrálni, tehát sikerült egyszerűnek megcsinálni. Ami nagyon-nagyon tetszett, és ennek végtelenül örültem, hogy ugye itt is le kell rakni lapkákat vele. És van rá szabályrendszere, hogy hogyan rakja le a lapkákat, vagy bármit. Ott volt például, majd be lesz mutatva ugye, az On Mars. Na ott például nagyon sokan panaszkodtak arra, hogy a szabály annyira nem egyértelmű, hanem ránk bízza, hogy rakd, ahova akarod, dobjál véletlenszerűen, és a többi. Borzasztó, mert az ember nyilván amikor játszani akar, akkor úgymond meg akarja verni azt a szabályrendszert, vagy azt az autóma rendszert. Nem maga ellen akar az ember játszani, úgymond. Itt viszont nagyon ügyesen megoldották ezt, hogy számok ott vannak, és akkor a másik oldalon ugye tekergessük itt, vagy forgatjuk itt a lapkákat, hogy mikor, hogy áll, és akkor ott vannak szépen, meg vannak számozva. Nyilván egy nagyon egyszerű, de jól működő egyébként, mert láttátok azért ugye egész jó rakosgatta le a dolgait, úgyhogy ennek nagyon-nagyon tudtam örülni. Úgyhogy egész jó. Talán annyit azért el lehetne mondani, egy kicsit azért úgy ellene is beszélnék, hogy az első két nehézségi fok, ugye a könnyű, meg a közepes, az nagyon könnyű, tehát azokat tényleg nagyon könnyű megverni én szerintem. Ezért is gondolkodtam rajta, hogy most ezt a challenge-et megpróbáljam, hogy mennyire challenge. Hát ez tényleg az, mert mondom őszintén, hogy ha ott nem ment volna egyet, tehát ténylegesen idejött volna most, akkor ugyanannyi lett volna, mert akkor nem keverjük újra, és nem kap plusz 20 pontot. Meg lehet egyébként, hogy én még tudtam volna valahol összeharácsolni még egy pontot, akkor esetleg, és akkor ha nem használtunk volna valamit, nem tudom. Tehát bár én úgy érzem, hogy eléggé jól kimaxoltuk, amit lehetett, de majd ez úgyis kiderül, majd nem tudom, majd úgyis felhívjátok esetleg a figyelmet, hogy valahol hibáztunk. Hát egyébként hibázni lehet a játékban, az látszik, hogy elég összetett játék, tehát nagyon sok mindenre figyelni kell, úgyhogy így utólag is elnézést a hibákért. Na de visszatérve, tehát az autóma nagyon jól működik. Annyi, hogy Abban nem vagyok biztos, hogy ha nagyon nehezítjük, akkor élvezetes-e. Mert tényleg minél több ilyen B-lapkát rakunk bele, annál durvábban kapja a pontokat, mert igen csak úgy erősítik, hogy több mindent rak le, meg többet megy a kaktuszsávon, tehát ilyen plusz pontokat adnak hozzá, ami hát érdemény, hogy ezt így lehet, viszont én úgy érzem, hogy mivel az autóma, tehát a bölcs eminenciás, ugye legtöbbször tényleg négyet megy, tehát higgyétek el nekem, hogy ilyet én nem is láttam még, meg nem is olvastam még fórumon, tényleg panaszkodnak rá, hogy négyel megy, tehát így megfogja a szelet, és akkor ami a csövön kifér, megy, és az a baj, hogy mivel ő határozza meg a játéknak a végét, tehát az idejét, ezért mondhatni tényleg az van, hogy van egy maximális pont szerintem, amit annyi idő alatt, tehát annyi akcióból el lehet érni, és az valahol itt van, mert többen mondogatták, hogy ha sokat mennek négyet, akkor azért ilyen 160-70 körül van, tehát valahol itt van a vége egyébként. Ha még rakunk bele még B-lapkákat, ő biztos, hogy fentebb fog végezni, mi viszont ugyanitt fogunk lenni, mert hogy ő négyeket fog menni, és akkor én nem tudom, milyen stratégia van még ebbe, lehet, hogy van, csak hát nyilván annyit még én nem játszottam vele, szóval lehet, hogy van benne annyi mélység, nem tudom, ezt majd az idő eldönti. Én most egy kicsit úgy érzem, hogy talán ez az a nehézségi fok, amivel szerintem kellemesen el lehet. Tehát úgy hozzá ezt a fej-fej mellettet, vagy éppen, hogy el fog tudni menni mellettünk, de még úgy el lehet vele jól játszani, úgyhogy ez még úgy kellemes. Egyetlen egy nagyon komoly hiánya van viszont, és ezt viszont nagyon sajnáltam, hogy ha belegondoltok, nincs ráhatásunk az akcióira. Tehát most ez a véletlen műve volt, hogy így jött ki, viszont például a Maracaibo esetén ott volt Jean. Ott volt ráhatásunk, minimális volt, ahhoz is szerencse kellett, de volt ráhatásunk. Egyrészt azért, mert ott volt a pakli. Tudtuk azt, hogy milyen lapjai vannak. Ha egyszer már átment a pakli, már utána tudtuk fejbe számolni, hogy mi van még nála, valószínűleg merre fog menni. Ott tudtunk hagyni neki egy ilyen quest lapkát, ezt a quest-t, a küldetéslapkát. Mert hogy a küldetéslapkákat ő számolta, amikor ugye ment körbe-körbe, ha emlékeztek, és azon nagyon tényleg jól lehetett játszani, hogy inkább ott hagyom neki, hogy hát ha be fog menni egy kanyarra a hosszabb úton, mert akkor nekünk több időnk van, és ott volt ráhatásunk. Itt puszta szerencse volt most, hogy ment egyet. És tehát ezeket nem lehet megjegyezni, hogy most melyiken mi van, és akkor most éppen hogy állnak a lapkák, tehát mindenféle variációban van, vagy hát én nem nézegettem, láttam benne egyébként a rendszert, mert így összeirogattam, így meg gondolkodtam rajta, de szerintem ez képtelenség így fejben tartani. Úgyhogy ezt én nagyon-nagyon sajnálom, hogy nincs semmilyen tudatos ráhatásunk, tehát amivel egy picit taktikázni tudunk, hogy most azért veszem inkább ki azt, ami nekem nem jó, hogy legyen plusz egy köröm, mert én ezt is tudom használni, de tudom, hogy ő akkor kevesebbet fog menni. Pedig egyébként nem lett volna szerintem nehéz megcsinálni, vagy hát jó, ki tudja, hogy most ez, hogy próbálkoztak-e volna vele, vagy hogy egyáltalán próbálkoztak-e vele, de ha belegondoltok, ott van ugye Turczi Dávid, amikor szóló szabályokat készít. Mindig törekszik arra, el is mondta, azt hiszem egy interjúban, vagy nem is tudom én hol, hogy igyekszik úgy megcsinálni az autóma rendszereket, hogy a játékos kicsit belelásson az autóma fejébe. Gondoljátok végig, ott volt a Snowdoniába, a boddel. Ugye ott voltak azok a vágánykártyák, amiken ott voltak a kockaértékek, tehát tudtuk előre, hogy milyen akciók vannak melyik értékhez, a kockát mi dobtuk ki, nem tudtuk, hogy mit fogunk dobni, de láttuk előre a lehetséges lépéseket, hogy ha ezt dobjuk, akkor ahhoz az akcióhoz megy, ha azt dobjuk, ahhoz az akcióhoz megy, és tudtunk mérlegelni, hogy mennyire fontos nekünk az az akció, hogy oda menjünk. Vagy ott van például, majd szintén be lesz mutatva a Kanban, ott is ugye van 3 kártya, és lesz egy kis kártya, ami megmondja, hogy a felsőt vagy az alsót fogja elvenni, mind a két esetben, mert ugye ott 2 ellenfelünk lesz, ugye a Lacerda meg maga Dávid, ugye Turczi Dávid, de ott is megvan az, hogy fogjuk látni, hogy ő mik közül választ, tehát egy ilyen lehetséges célpontokat az akciómezőkre, és tudunk mérlegelni, hogy ott hagyjuk-e nekik, vagy inkább megyünk, ha mi jövünk először. Itt ez annyira hiányzik, és ezt annyira sajnálom, hogy ezen megérte volna pedig itt agyalgatni, hogy akkor most mit meg hogy. Egyébként szerintem nem lett volna nehéz megoldani, Most például én azon gondolkodtam valamelyik nap, hogy ha például a lapkáknak a hátoldalán, itt a maradék 3 hely a sarokba, ott lenne az adott kártyán lévő 3 akció. Azt nem tudjuk, hogy milyen sorrendben, mondjuk lehet még a sorrendet is rá lehetett volna rakni, hogy mondjuk a eminenciástól jobbra-balra lévő, akkor azok lesznek szélen, ez meg középen, de legalább láttuk volna, hogy következőnek ezeket fogja választani, és akkor akkor lehet, hogy érdemes lenne nem kivenni az egyiket vagy a másikat. Nagyon sok információt adtak volna ezzel, nem tudom, hogy mennyire lett volna könnyebb vagy nehezebb a játék, hát könnyebb biztos, hogy könnyebb lett volna, mert akkor mégiscsak taktikusabban tudtunk volna itt az akciók közül választani, de én nagyon örültem volna egy ilyennek, mert egy ilyen apróság borzasztó sokat dobna egy ilyen autómarendszeren. Egyébként nem rossz, tehát hangsúlyozom, hogy sokkal-sokkal rosszabb autómarendszereket is láttam már, tehát amik azért úgy kinkeserves velük játszani, ezzel nem. Tehát ezzel jó volt játszani, csak az a kiszámíthatatlanság van meg benne, hogy tényleg tudod azt, hogy ennyi időd van, maxold ki, és sajnos úgy van megcsinálva, ugye, hogy a szerencse ez is, hogy sajnos valamikor keresztbe tesz, tehát volt, amikor tényleg úgy volt, hogy elkezdte elfoglalni nekem a egyik próbajátékomnál a legelőket, és nem tudtam vele mit kezdeni, mert utána már ott van, akkor neked már nem fogsz oda menni negyedjére, mert annyi embered nincs, akkor mész egy másikra, és tényleg nagyon ügyesen csinálgatta. Most nekem szerintem szerencsém volt, hogy pont lekerült ez a ház, és akkor ott volt egy szabad, ő odament, és utána meg mindig megtöltöttem, tehát nem volt érdeke az enyémhez jönni, mert ő mindig inkább elfoglalja az üreseket, mondván, hogy nekem az jobban megéri, mert kevesebb ember. Ez van mögötte, de azt mondom, ez szerencse is kell. Na de, mindent összefoglalva egyébként nem egy rossz játékról van szó, szerintem ezt láthattátok. Komplex játék, tehát azért így elsőbb, elfárad az ember, elnézést, hogy sokat kellett válnatok egy-két döntésre, ugye analízis, paralízis, de hát egy új játékról van szó, és ez nem egy egyszerűről, és még így is kikaptunk, ugye hát nem baj, majd még azért majd gyakorlunk vele. Na, hát hogyha bármilyen kérdésedek van a játékról, akkor azt nyugodtan tegyétek fel, vagy a véleményéteket nyugodtan írjátok meg, hogy mások is lássák, hogy érdemese, nem érdemese kipróbálni. Én szerintem egyébként érdemes, mert egy nem rossz Alexander Pfister játék, nem mondom, hogy a legjobb, de jó játék, tehát élvezetes. Na, hát akkor ennyi lett volna mára, és akkor találkozunk a következő videóban.